Szeretettel köszöntelek, kedves néző! Nem tudom, hogy ebben a nagyon sport által e, körülvett környezetben, amiben mi élünk itt Magyarországon, tudod-e, hogy a Bibliában szerepele az a szó, hogy labda? Én egy helyen találtam meg ezt a kifejezést, és ilyes könyve 22. rész 16. versét olvasok egy szakaszt. Honnan vetted a jogot, vagy kiengedte meg neked, hogy itt készíts magadnak sírboltot? Magas helyen készítetted sírod, a ciklában jelöltél ki magadnak hajlékot. Pedig keményen megragad téged az őr, és messzire elhajít, csomóba göngyölít, és labdaként elhajít egy igen tágas földre. Ott halsz meg, oda kerülnek pompás szekereit, te, uratházának gyalázata. Megfosztalak tisztségettől, kidoblak az állásodból. Azután eljár Hil ki, Hilkiá fiát nevezem ki szolgám, már palástodat ráadom, és övedet ráerősítem. Neki adom hatalmadat, ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Van egy küldetésünk, ez bízza ránk, Isten, hogy legyünk vele kapcsolatban, és legyünk közel hozzá és, és töltsük be a küldetésüket mások felé a gondoskodásban, példázott szerint, amelyet Jézus mond, erre bízza meg, és erre hatalmazza fel a szolgáknak a vezetőjét az Úr, amikor idegenbe készül, hogy gondoskodj róluk, hogy törődj velük, hogy add ki az eledelüket. A János 21-ben Pétert erre biztatja Jézust, ha szeretsz engem, terelgess, gondosd, gyámolítsd őket egy ilyenfajta szolgálatba hív Isten bennünket, a törődés másokkal, az Isten lelke által, az Isten erején keresztül, akin megnyugszik az Úr lelke, azt tud ezzel az áldással szolgálni tovább. De mi jön helyette? Jézustól idézett példázatban erőszakosság. Péternek az óemberi természete? Itt egy szövetségi példát látunk, és igen, itt van az labda kifejezés, egy olyan uralkodóról, akit megbíz Isten, de valami nem volt vagy nincs egy kapcsolódás Istennel, és egy Isten szerinti működés, van hatalom, van erő, van luxus, az ókor emberének újra csak előjön ez a sírhely kérdés. Ő legalább gondolt még a halál utáni életre. Neki még fontos volt, hogy valami történik a halál után, de azt mondja, Isten nem jár neked. Elbíztad magad életedbe, de még halálodba is. Azt hiszed, hogy vagy valaki, de nem vagy senki ami rajtad van, az csak egy köntös, egy köpeny, egy palást. És ahogy ez rád került, az ugyanúgy lekerülhet rólad bármikor, hogyha nem töltöd be a küldetésedet. Ismerős ez a mondat, hogy kimozdítom tartódat, Ha nem töltöd be a küldetésed, ha nem te vagy a világ világossága, a mécses, amelyet nem azért gyújtottak, hogy elrejtsék a véka alá, hanem hogy világítson. Isten egy küldetést adott nekünk, és rendelt hozzá egy időt, és azt hiszük, amikor ez a, ez a palást, ez a köntös, ez a köpeny rajtunk van, a megbizatás, hogy ez örökké tart, de nem. Ez többféleképpen is véget érhet. Az egyik, amikor Isten azt látja, hogy mi nem azzal foglalkozunk, és nem úgy, ahogy kellene, akkor visszajön idő előtt, és azt mondja, hogy ezt más fogja vinni tovább az én tervem megy tovább, mondja Isten, csak nem veled. Te kimaradsz belőle, és ez borzasztó ítélet lenne, labdaként elhajítva lenni. Ez nem egy kellemes szövegkörnyezet ennek a játékszernek. De van egy másik mód is, hogy amikor hazatér az úr, akkor munkában találja az övét, és azt mondja neki, hogy ez az, amivel megbíztalak, és ez az a mód, ez az a lelkület, ez az a szolgálói lelkület, ami Jézusban is megvolt, az az indulat legyen bennetek, mondja Pál a Krisztus himnuszban, ami Jézus Krisztusban megvolt, hogy nem tekintett semmit zsákmánynak, hanem adta magát, bátorít bennünket, és úgy szeressünk, férjék a feleségeket, hogy az életüket adják, mint Krisztus is az egyházért. És amikor így érkezik vissza értünk, és így jár le az időnk, akkor azt mondja, jól van, Jámbor, és hű szolgám nem egy erőszakoskodó, nem egy hatalmaskodó valaki, aki hisz önmagában, hisz a köpenyében, a köntösében, a kapott erőforrásokban, a pénzében, a megbizatásában, a pozíciójában, hogy ő valaki. Mert akkor nagyon könnyen azt mondja neki Isten, hogy te azt hiszed, hogy vagy valaki, de te vagy a nyomorult, a szegény, a senki. Mennyivel jobb, így várni az urat Jánbor és hűszolgaként. Erre bátorítalak, hogy vizsgáld meg lelkületedet, a mai időt, amit kaptál Istentől, nézd meg, hogy arra használod-e, amire kaptad, és azzal a lelkülettel, a Krisztus Jézusban is megvolt, hogy dicséret és áldást legyen ennek a vége. Isten áldjon.